magához hívott a legjobb ügynökét, James Bongot, és így szólt hozzá. Ide figyelj, fiam! Lóra Pattanhoz elhúzol Kárpát-medencébe, megkeresed az ottaniak vezetőjét, és felajánlod neki, hogy zabot cserélünk Vatkenderre. Mehetsz! James Bong elégedetten konstatálta, hogy mindössze 4000 kilométert kell megtennie. Mi ez egy szuperügynöknek? Feltarisznyált, felpattant almás deles ménnyére, és pár hónap múlva megérkezett a Kárpát-medencébe, ahol találkozott a helyiek vezetőjével felrobongban. Felrobong nem hajlott a szép szóra. Így James Bong dolga végezetlenül hazalovagolt, jelentést tett Bélának, aki iszonyú haragra gerjedt, és emberei élén elindult, hogy elfoglalja a Kárpát-medencét. A harcok gyorsan véget értek. Felrobong feltétel nélkül kapitulált, Béla pedig kikiáltotta Bongóliát. A béke megszilárdítása érdekében Felrobongot megtette tanácsadójának, és nőül vette Felrobong lányát, Bonglárkát, akitől egy év múlva fia született. A gyermek a keresztségben a Béla nevet kapta.